közmeghallgatáson bárki szót kérhet. Minden év decemberében tart közmeghallgatást a város közgyűlése. Az idei közmeghallgatáson a korábbi évekhez hasonlóan a fehérváriak előzetesen, valamint a helyszínen tehették fel kérdéseiket. Többen érdeklődtek például a romkert további sorsáról és a 2013-as emlékévről. Mi várható a jövő évben? Szóba került a bölcsődei gondozási díj kérdése is, mint azt Székesfehérvár polgármestere válaszában elmondta, a gondozási díj bevezetése egyelőre nem tény, hanem lehetőség az önkormányzatok számára. Cserpalkovics András hozzátette, mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy Székesfehérváron ne kerüljön sor a gondozási díj bevezetésére. Az adósságállomány csökkentése érdekében a bevételek növelésére is szükség van, ezért hoztak néhány adópolitikával kapcsolatos döntést, így például kismértékben emelkedik az építményadó. Ez a magánszemélyeket semmilyen módon nem érinti, hiszen a magánszemélyek továbbra sem fognak építményadót fizetni Székesfehérváron, mindahogy döntést hoztunk arról, hogy az EBA-adót 2012-ben nem fogjuk bevezetni Székesfehérváron, azt gondolom ez is fontos lépés, és szóba került a telekadó vezetésének a kérdése, de itt is hangsúlyozni szeretném, hogy magánszemélyeket ez sem érinthet, és nem is fog érinteni. Díjmódosításokról is döntött a testület, az áremelések mindegyike infláció követő, vagy az infláció mértékét el nem érő, a távhődíjak pedig egyáltalán nem emelkednek 2012-ben Székesfehérváron, emelte ki a polgármester. Szeretnék két dolgot kiemelni, az egyik, hogy minden ellenkező híresztelésre szemben a parkolási díjak nem fognak 35%-kal emelkedni Székesfehérváron, hanem 5%-kal fognak emelkedni. Másrészt pedig, hogy a távhődíja terveink szerint 2012. január 1-től egyáltalán nem emelkedik Székesfehérváron. A közgyűlés zárt ülésen döntött arról, hogy kezdeményezi a Fejér megyei önkormányzat Fejérvíz ZRT-ben, illetve a Pákozdi katonai emlékhelyben lévő üzlet részének megvásárlását. Székesfehérvár polgármestere kiemelte azt a döntést is, amelynek köszönhetően minden költségvetési nehézség ellenére ugyanakkora összeget költ a város jövőre is a béren kívüli juttatásra közalkalmazottak és köztisztviselők tekintetében, mint ebben az esztendőben.